Befordulunk. Jó, akkor induljunk onnan, hogy egyáltalán hogy kerül a képbe Hunyadi László, Hunyadi Jánosnak az idősebbik fia. Egyáltalán hogy jutnak oda a hunyadiak, hogy szó lehessen a hatalom megragadásáról Mátyás királynak az alakjában. A kettős királyválasztásról mindenképpen meg kell emlékezni. Ugye 1440-ről beszélünk, amikor Magyarországon ugye, két uralkodót választottak, később 5. Lászlót, majd első Jagellő Lászlót. Ugye ennek a kettős királyválasztásnak volt a következménye az, hogy egy polgárháború alakult ki Magyarországon, és ennek a polgárháborúnak a folyamányaként lett Hunyadi János előbb az ország egyik vezető politikusa, majd 1446-ban az ország kormányzója. Ez azért nagyon fontos, mert ez alatt a kormányzóság alatt építette fel azt a, egyrészt azt a birtokvagyont, amelyen később aztán Mátyásnak a királyválasztása alapult, másrészt azt a politikai befolyást, amely ennek a birtokvagyonnak az alapján a családot gyakorlatilag ugye, a magyar királyság trónjára segítette. Ugye, tudjuk, hogy Hunyadinak két fia volt, az idősebb Hunyadi László. Ő nem tudjuk, hogy pontosan hány éves volt, hogy mikor született, ugye különböző források különböző évszámokat adnak meg. Az biztos, hogy idősebb volt lényegesen, mint az öccse Hunyadi Mátyás. Nagyon fontos időpont ugye, a Hunyadiak pályafutása szempontjából 1453, amikor 5. László, akkor már 13 éves, hivatalosan is átveszi az ország fölötti uralmat, a kormányzást. Ugye Hunyadi János lemond, vagy lemondatják a kormányzói hivataláról, de mint egy kompenzálandó az addigi tevékenységét, oszpán ellenes tevékenységét, országkormányzói tevékenységét, ugye megkapja a fiatal királytól az ország jövedelmének adminisztrátora, kormányzója címet, illetve az ország főkapitánya címet. Ez praktikusan azt jelenti, hogy gyakorlatilag Hunyadi János, bár proforma, ekkor már 5. László uralkodik az ország fölött, gyakorlatilag a hatalmat Magyarországon ő képviseli, ő irányítja Magyarországot. Ez azért fontos látni, mert hogy gyakorlatilag azok a konfliktusok, amelyek az elkövetkező években lezajlanak Magyarországon, és végső soron Mátyásnak a királya választása az ebből a hatalmi konfliktusból következik. Mert hogy Magyarország ebben az időszakban az egy teljesen szabályos európai monarchia, ami azt jelenti, hogy a király uralkodik, a király hozza a döntéseket, és ha ez nem így van, az problémák forrásává szokott válni. Mivel Hunyadinak lejárt a mandátum az ország igazgatására formálisan, ezért neki vissza kell adni azokat a királyi birtokokat és királyi jogköröket, amelyeket kormányzóként Magyarországon gyakorolt. Hunyadi viszont egészen más álláspontra helyezkedik. Ő nem akarja visszaadni ismételt kísérletek ellenére sem ezt a királyi hatalmat. És eljön egy időpont 1456 márciusában, amikor a király személyesen Magyarországra érkezik, nagybátyja Cillei Úri gróf segítségével, anyag és fegyveres segítségével, és ekkor majdnem töréspontra jut a dolog, azért nem kerül nyílt szakításra egyfelől Hunyadi, másfelől a király és a király pártja között, mert hogy közben a törökök ugye, elkezdenek mozgolódni Nándorfehérvár ellen, és az ostrom az gyakorlatilag minden figyelmet az ostrom végezetéig ugye a katonai konfliktusra fókuszál. A király elhagyja Magyarországot, Hunyadi megvéri a várat sikeresen, és ez olyan presztízs növekedést eredményez az ő helyzetében, hogy gyakorlatilag lekerül a napirendről egy darabig ugye a királyi hatalomnak a helyreállítása. A dolog akkor változik meg, amikor az ostromot követően, de augusztusban Hunyadi meghal, az öreg Hunyadi meghal Nándorfehérvárot, és gyakorlatilag a hatalmat elvileg legalábbis az ő fia, idősebbik fia, Hunyadi László örökölné, de ugye Hunyadi László sosem volt az ország kormányzója, magyarul nyilván ez az a pont, amikor úgy döntenek az udvarban, hogy ha Hunyadi el is viselték idáig, mint valamikori kormányzót és főkapitányt a királyi hatalom bitolójaként, ezt a hatalmat nem hagyják átszállni a fiára, Hunyadi Lászlóra. Ennek lesz a folyománya, az a híres epizód, amelynek során ugye 56 novemberében Nándorfehérvárot, a királynak a nagybátyát, Cillei Úri grófot, Hunyadi László és társai Nándorfehérváron lekaszabolják. Ez gyakorlatilag egy klasszikus politikai gyilkosság volt,
De az fontos látni, hogy Magyarországon ilyen típusú gyilkosságok nem voltak azért. Szokásban magyarul olyan felháborodást keltett ez a hatalmi harcnak ez a fajta lezárása, amelyik, mint azt mondani szokás, gyakorlatilag a legszűkebben vett hunyadi párthíveket leszámítva mindenkit szembefolytott a hunyadi családdal, Hunyadi Lászlóval. Mostanáig az volt a bevett vélekedés, vagy az általános vélekedés, hogy ugye gyakorlatilag 5. László kvázi bosszút állt ugye a nagybátyja megöléséért, és ennek volt a direkt következménye az, hogy 57. márciusában ugye Hunyadi Lászlót az öccsével együtt törbecsalták Budán, ugye Hunyadi Lászlót lefejezték 2 nappal később, Mátyás pedig a király elvitte magával előbb Bécsbe, majd Prágába. Ma már ezt egy kicsit másképp látjuk. Gyakorlatilag arról volt szó, hogy a király és az ő tanácsadói, azok kerekperec elvárták, hogy a hunyadiak adják vissza mindazt a királyi birtokállományt, amelyeket a királya magáénak gondolt. Hogyha ezeket a birtokokat és királyi várakat leszámítjuk a hunyadiaknak a vagyonából, akkor ami maradt volna abban az esetben, ha ők ezzel együttműködnek, az nagyon kevés. Magyarul, hogyha ők ezt a királyi parancsot teljesítik és mindent visszaadnak, amit elvártak tőlük, akkor gyakorlatilag a hunyadiak visszasüllyedtek volna, nem lettek volna szegények természetesen, hiszen több rengeteg váruk meg birtokok maradt volna, de ahhoz képest, amilyen pozícióban az országot uralkodtak, és amilyen helyzetet maguknak elképzeltek, ehhez képest egy hatalmas visszaesés lett volna. Ez magyarázza azt a hipotézist, hogy valóban, amint az bizonyos források tanúsítják, Hunyadi László, és főképpen egyébként a nagybátyja Szilágyi Mihály, ugye Hunyadi Jánosnak a sógora, az öreg Jánosnak a sógora, elhatározták, hogy valamiképpen megszabadul a 5. Lászlótól, magyarul legalizálják azt a gyakorlati helyzetet, amely már akkor is fennállt az országban, tehát mivel úgyis ők birtokolják a királyi hatalomnak a legfontosabb elemeit, egy lépésre van attól, hogy a királytól meg kell szabadulni, és valamelyik Hunyadit a trónra ültetni. Elég valószínű egyébként, hogy ha ez megállja a helyét, már pedig úgy tűnik, hogy megállja, akkor nem Hunyadi Lászlót szerették volna trónra ültetni, a Hunyadi Mátyást, az ifjabbik Hunyadi fiút. Abból a praktikusokból kifolyólag, hogy Hunyadi Mátyást már bizonyos szem, ha nem is királynak nevelte az apja, ugye fiatalabb kora okán, de ugye a születése kor Hunyadi már egy fontos ember volt, Erdélyi Vajda, néhány éven belül Magyarország kormányzója, tehát egészen más perspektívák nyíltak előtte, mint az idősebb fiú előtt. Látni kell, hogy ennek a összeesküvések, nevezzük így, nagyon kedvezek voltak a külpolitikai feltételei is, mert hogy gyakorlatilag tulajdonképpen mindenki érdekelt volt a környéken abban, hogy 5. László szegény hát elveszítse a hatalmat. Ugye érdekelt volt benne Habsburg Frigyes, aki ugye Ausztriát vindikálta magának helyesebben, aki Ausztriát örökölte volna abban az esetben, hogyha 5. Lászlót megfosztják trónjától, és érdekelt volt ugye Podjebrád György, a későbbi cseh király, aki viszont Csehországra tartott igényt, tehát gyakorlatilag nagyon kedvezők voltak a feltételek, és tegyük hozzá, hogy a pápaság is bizonyos szempontból, ha tetszik, szemet hunyt volna egy ilyen államcsíny fölött, mert hogy ők is azt várták, hogy majd a Hunyadi János örökébe lépő fiai folytatják azt a fajta offenzív törő politikát, amelyet Hunyadi János korában képviselt. Ugyanakkor egy ilyen fajta államcsíny, egy királynak a letétele Magyarországon unikum lett volna, nem nagyon volt rá korábban példa, ugye egy viszonylag erős, sőt, nagyon erős királyi hatalom, és ennek egy nagyon erős nimbusza volt Magyarországon, tehát nem volt az írus szokás királyokat csak úgy letenni. Másért ennek volt már ekkor rutinja, például Angliában, de Magyarországon nem. A lényeg az, hogy a király, amennyire lehet tudni, ne szétvette ennek az összeesküvésnek, és fel tudott rá készülni, összevonta a saját párthíveit, és mielőtt ezt az államcsínyt a hunyadiak meg tudták volna valósítani, ők estek fogságba, és gyakorlatilag ugye ennek következtében Hunyadi Lászlót a király lefejeztette. Ugye fontos látni, hogy igazából ő volt az egyetlen, aki ezért megfizetett. Az összes többi elfogott összeesküvő gyakorlatilag egér utat kapott néhány hónappal később. Mátyás sem végeztette ki a király. Azért fontos ezt látni, ezt az esemény sort, mert gyakorlatilag ennek volt a következménye az, hogy Mátyás trónra kerülés egyáltalán szóba jöhetett. Ugye egyedüli örökös maradt Hunyadi Jánosnak, tehát innentől kezdve gyakorlatilag 5. László halála esetén, ugye ezt nem lehetett még tudni, meddig fog uralkodni, akkor Mátyás már de facto a trónörököseként léphetett fel.